részvétünket fejezzük ki az Egyesült Államok által az USA-ban és az egész bolygón meggyilkolt civil és nem civil tömegek hozzátartozóinak, családjainak, barátainak, mivel az Egyesült Államok a sátán tengelyhatalma, a világ valójában egyetlen terrorista szervezete. Nem csak az eddig meggyilkoltakért kéne, igen, az azután a halálra várók, akiket az USA meg akar ölni, azokért is már előre kifejezni. Igen, akkor így például dr. Monostori Attila nemzetközi hírű jogász, tehát mindenkinek, aki az Egyesült Államok áldozata volt és lesz. Következik röviden Tóth Mihály Zoltán úr, akit szintén betiltottak. Teljesen indoklás nélkül mi is ellenőriztük a dolgot. Egyetemista, pszichológiát tanul. Üdvözlök mindenkit szeretettel. A Árpinak lelkes követője vagyok a Facebookon. 8 évig semmi probléma nem volt a Facebookkal. És egyszer csak, amikor a körúti robbantó sztorit megosztottam, nem sokkal utána eltávolítottak a Facebookról. Na most a levelemre nem érkezett válasz, úgyhogy értetlenül állok az egész előtt. Ez is azt mutatja, hogy az Egyesült Államok és a Zuckerbergi maffia által előkészített volt ez az egész választásnak csúfolt cirkusz. Reznák Pál nagyon híres otthonvédő, a Koppány csoportnak volt aktivista, színész is, híres otthonvédő, harcias, sokszor elvitték a rendőrök, mert idős asszonyokat, halálos betegeket, stb. Védett a kilakoltatás ellen. Köszöntök én is mindenkit sok-sok szeretettel. Mindenek előtt Magyarország, szeretlek. Köszönöm, hogy vagy nekem. És kezdeném azzal, hogy egy verset szerettem volna elmondani nektek, de előtte innen, ugye élőben megy ez az adás, szeretnék üzenni Palesztina magyarországi nagykövetének, aki tegnap hazahívtak Palesztinába. Én őt ismerem személyesen, tüntetésekről nagyon sokszor találkoztam vele, beszélgettünk is, és várjuk vissza őt. Kérlek te is, mondd, ki vagy te, ki akarod a változást, mégsem teszel érte semmit. Mondd, mi lesz, ha nem teszel semmit az emberekért és a környezetedért. Mondd, mire van a hit, ha senkit nem segítesz. Mondd, hol van az az ember, ki ne érezni egyszer, hogy tenni és adni kell, feladva önmaga érdekeit, és nem vezérli más, csak a hit. Mondd, miért van az, hogy nem akarsz adni, de annál többet kapni, 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 annál mindig többet akarsz kapni. Ez így volt oly sokáig, de most itt van az idő. Adj mosolyt egy szóért, tégy te is valamit. Szerelmed gyümölcsét, a gyermeket fogadja. Egy tisztább új világ, egy segítő új világ. Védd mind a két karoddal, és mutass utat új céloddal. Mondd, hol van az az ember, ki ne érezni egyszer, hogy tenni és adni kell. Vágyakozz a jóra, és higgyél bennem, mintha egy új remény lennék, úgy hallgass engem. Kérlek te is, tégy érte valamit, hogy az álom valóság legyen, és az emberiség mindent megtegyen egy szebb, egy jobb, egy emberibb jövőért. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Reznák Pál úrnak, neves otthonvédő. Meg a rendőrségnek megköszönjük, hogy türelmük volt, ugye el akart minket mosni ez az eső. Én vagyok Minden Magyar Idők első HRP-s időjárás szabályozó és elmeprogramozó filmjeinek rendezője. Úgyhogy nem csoda, hogy az időjárás előrejelzésekkel ellentétben pontosan a tüntetés előtt kb. Negyed órával kezdődő eső a tüntetés végére állt el, a szakadó eső, aminek nem volt úgy előjele. És megkértek, arra nagyon szívesen teljesítem ezt a dolgot, hogy részvétünket fejezzük ki az Egyesült Államok által az USA-ban és az egész bolygón meggyilkolt civil és nem civil tömegek hozzátartozóinak, családjainak, barátainak részére. Mivel az Egyesült Államok a sátán tengelyhatalma, a világ valójában egyetlen terrorista szervezete,
és ugye nem az amerikai népről van szó, hanem az Egyesült Államok kormányzatáról, a rezsimről, a republikánusokról, elsősorban, hogyha például Bushra is gondolunk, hiszen Obamáéra egy egész nyugalmi sétamenet volt ehhez képest. Nem csak az eddig meggyilkoltakért kéne, igen, az azután a halálra várók, akiket az USA meg akar ölni, azokért is már előre kifejezni. Igen, akkor így például dr. Monostori Attila nemzetközi hírű jogász, a Baumag 100 vagy 1000 milliárdos károsultjainak ügyvédje volt, többször bekerült a világsajtóba, vagy például Ambrusné, aki a Főkefe főjogásza volt, tehát akikkel annyira ellenséges az Egyesült Államok, vagy a kilakoltatott magyar tömegek, vagy a devizaitához is az Egyesült Államokból ered, ahogy a derivatívák fogalma is, ahogy a Vince Christian úr elmondta. Tehát mindenkinek, aki az Egyesült Államok áldozata volt és lesz, és mondják, hogy Szima Judit számára is. Köszönjük a figyelmet, ez volt a NSZ főigazgatójának címzett első tüntetés, amit nagyon sok fog követni a tervek szerint, és nem lehet megvásárolni, már megmondtam, csak megölni lehet. Két dátumot szeretnék neked mondani. 1492-1948. Amerika, Izrael, ez a két ország az én szememben nem létezik. Köszönöm. Igen, és akkor Izraelről még annyit elmondanék, hogy a YouTube automata rendszere minden alkalommal levelet küldött nekünk, minden egyes riportunk és műsorunk után 48-72 órán belül, hogy Izrael kérte, hogy meg nem fogalmazott, hiszen nem tudnak érvelni, nem tudnak mit mondani, meg nem fogalmazott jogi panaszra hivatkozva, kérik, hogy Izraelben senki ne láthassa. Tehát sem magyarok, sem senki sem. Tehát, hogy mint az állatokat úgy kezeli Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, az izraeli lakosságot, és az izraeli újságírókat, bal és jobboldali és független médiumokat meghatározza, hogy miről ne tudjanak. Egyáltalán ne értesüljenek, és akkor vajon miről? Hát ugye a magyarországi helyzetekről, bajba jutottakról, öngyilkosság előtt állókról, politikai üldözöttekről, stb. Illetve az amerikai terrorista eszközökről, titkosszolgálatokról, titkosszolgálati módszerekről, hiszen én is nemzetbiztonsági berkekből jövök, és sőt, annak előtte gyakorlatilag beleszülettem a titkosszolgálatok közé.